A vádirat szerint dulakodni kezdett a két fél, ami két fázisban zajlott le. Először a vádlott hátba vágta a sértettet egy 65 cm-es sodrófával, aminek következtében a férfi lenyugodott és elvonult. Majd a második etapban ismét előkerült a sodrófa, ekkor a sértettet fejbe ütötték. Eztán a vádlott elővette egy 33 cm hosszúságú kést, amivel megszúrta a férfit. A vádlott a büntet azon részét, miszerint megütötte a sértettet, beismerte, a szúrást azonban nem. Ha akarnám, akkor biztosan tudnám felni, de soha nem volt példa. Most is csak azért vette elő a kést, hogy meglenyegesse, és hogy is sodrófában ne bántsa őt. Elmondta, hogy megbántam, hogy ez történt, a késsel nem bántam, hogy akarta ezen is meg szándékjában. A sértetlen felé, és tette a melkasába késre, úgy, hogy biztos felismerte a kését, és mutatta, hogy azt, hogy nem állt meg a szemkéjés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 é
Elmondta, hogy kivégülése a kórházban van, felépülése után hazavárja, mert nincs hova mennie, ő pedig nem tenné ki az utcára, továbbá sem fél tőle, nem gondolja, hogy bármilyen erőszakosabb szándéka hosszúra lenne. A sértett korábbi vallomásaiban egyértelműen kijelentette, hogy a vádlott szúrt, ezúttal azonban már véletlennek nevezte az eseményeket. Fenntartja azt, amit most mondott el, hogy az önkezében maradt ez a sodrófa, és ezzel ment a vádlott felé, vagy pedig azt adja fenn, amit a nyomozás során mondott, hogy ön letette ezt, és nem volt a kezében, amikor a vádlott megszólalt. De most úgy emlékszik. Ebben az esetben kérnék szépen, tisztelt bíróság, mert ismételten figyelmeztesse a vádlottat a hamis tanúzás következményeire, hiszen eddig kitartóan egy teljesen ezzel ettől eltérő vallomást adott elő. Egymásnak ellentmondó vallomásait harmadik tanú kihallgatásával vethetik össze, barátjaival, akivel végig telefonon tartotta a kapcsolatot. A férfi azonban nem tudott megjelenni a mostani ülésen, az ő kihallgatását június közepére halasztották, ahogyan a szakértőkét is.